Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Süteményt sütök, úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a receptet is, hát ha valakinek megtetszik, ugyanis ez egy nem csak finom és szép sütemény, hanem ami szerintem nem egy hátrány, hogy nem olyan sok meló van vele. Szóval hamar kész van is egyszerű. Fogjunk is hozzá, én már annyit megcsináltam, mivel hogy 7-es darab tojás kell hozzá, elkezdtem külön válogatni, választani a tojást, sárgájára, fehérjére. Ez egy piskóta jellegű alap lesz, és ebben az esetben az nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőség szerint minél frissebb tojással dolgozzunk, mert akkor lesz szép a piskótánk. Jó? Na, a tojásokat szétválogattuk, akkor a sárgájával kezdünk. Szóval akkor a tésztába a 7 tojás sárgáján kívül 20 deka cukrot kimértem, és 2 evőkanál, nekem most jelen esetben olívaolaj megy bele, és akkor ezt most kihabosítom. Ha ezzel megvagyunk, akkor közben mondanám, hogy a sütőt bekapcsoltam, hogy előmelegített legyen 180 fokon alsó-felső sütésre. Semmiképpen nem légkeverésre, mert a piskótának az nem tesz jót. Akkor ehhez még, amit felvertünk tojássárga cukorral, megy 2 deci víz. És akkor verjük tovább ezzel is. A víz azért kellett bele, mert ebbe tojásfehérjét nem teszünk, mint általában a piskótákba, mert a fehérje a krémjébe fog kerülni, de a folyadékot kellett pótolni, ezért kerül bele víz. Na akkor most a szilárd anyagokat nézzük. 20 deka lisztet leszitáltam ide, teszek bele egy csomag sütőport, ami nálunk 12 g egy csomaggal, hát egy olyan lapos evőkanálnyi lehet körülbelül. Aztán cukrozatlan kakaóból 2 evőkanállal, megy bele, jó, 2, és egy nagyon pici só, hát mint minden édességben, egy kevéske, jó? Egy kis mokkás kanálnyi laposan. Ezt összelazítom, és szépen folyamatosan összekeverem a folyadékkal. És akkor nyilván a gépet beleengedem, hogy egy kis levegőt még tudjon belevinni, mert a piskótának az nagyon jót tesz. A tepsinél fontos, hogy a zsíradék, amit alá tesztek, mindegy, hogy vaj, vagy olaj, vagy bármi, az ennél ne érjen feljebb az oldalánál, tehát az oldalához már ne érjen hozzá, mert nem hagyja megnőni a piskótát, nem tud akkor a piskót amibe kapaszkodni, és akkor alacsony marad a piskóta. Tehát fontos, hogy ilyen esetben ezt így csináljátok. De zsírpapírt is lehet használni. Emlékeztek, hogy gyerekkorunkban még az ilyen megmaradt tálat is nyaltuk kifelé? Az ujjunkkal? Hát mi finom volt az is. Az meg se volt sülve. Na jó. Ha szépen elegyengedtük benne, akkor mehet a sütőbe. Amit mondok még egyszer, 180 fok alsó-felső sütés. Körülbelül 20 percre, de ellenőrizgetni kell, jó? Ami nagyon fontos, hogy 20 percig csak kívülről nézegetjük, nem nyitogatjuk az ajtót, mert akkor megint nem jön fel a piskóta. Jó? Elkészült közben a piskóta. A pudingot közben elkészíthettem volna, mert pudingot fogunk készíteni. Csak itt elbeszélgettük az időt, de nem késett, nem múlt semmi. Az a lényeg, a tojásfehérjék itt vannak előttem. Nyilván ebbe is fogok egy nagyon picike sót tenni, de tényleg csak egy gondolatnyi, tudom, hogy ettől megvesztek. Mindegy, egy csipet, jó? És akkor ami a lényeg, hogy úgy van nekem a receptben, hogy 8 vagy 10 evőkanál cukor. Na hát én azért sem választottam egyiket se, 9-el ment bele. Tehát ezt választhatjátok ti is úgy, hogy esetleg, ha úgy gondoljátok, akkor 8-al tesztek, attól függ, hogy a cukorbeviteletek mennyit enged meg, de lehet 10 is. Én most a 9-nél döntöttem, és ezt most kihabosítom. Ha sikerült kihabosítani, mivel hogy ez a krémünkbe kell, mert már azt készítjük, nem tévesztettem el, tehát pudingot készítünk, majd ezt hozzá fogjuk kavarni. A lényeg, hogy 2 csomag pudingot, vaníliás pudingot fogunk elkészíteni, viszont 5 deci tejbe, jó? Hogy sűrűbb legyen az állag. Szokásos módon, ahogy szoktuk a pudingot. 5 deci
tejet kimértem, abból egy decit kihagytam, tehát itt csak 4 van, mert ezt felteszem forni. Tehát a 4 deci folyadékot, a tejet beleöntöm ide, és akkor ezt az 1 decit, amivel ezzel lesz 5, ezt szépen kikavarom a pudingporral, aminek az ízét 2 vaníliás cukorral meg fogom erősíteni, 2 csomaggal. Ez nem kötelező, ezt én szoktam csak beletenni, hogy erősebb legyen az íz. És akkor ezt kikavarjuk szépen simára. Ha esetleg ti nem tesztek bele vaníliás cukrot, akkor amit ide tettünk, sima cukrot, kristálycukrot, abból egy picikét hagyjatok már ide ki, úgy egy evőkanálnyit, mert így könnyebb kikavarni a cukorral a pudingot, hogy sima legyen, mint simán a port, jó? Ha a cukorral együtt kavarjuk, akkor hamarabb simára lehet keverni. Úgy is összekerül a 2. Na, jó. És amikor már majdnem forr, akkor szépen beletesszük a pudingot, amit kikavartunk, és már nem hagyjuk itt, mondjuk eddig se kell mit hagyni, és nagyon hamar be fog sűrűsödni. Lejjebb vettem a hőt, már ilyenkor nem kell olyan magasan menjen. Még így melegen hozzáteszem ezt a habot, összekavarom vele. Ennek most az a lényege, hogy vissza fogjuk tenni, sütni, rákenve a lapra ezt a krémet, mert hogy másképp a tojásfehérjét nem is tudtuk volna hozzátenni, mert simán hozzákavarva kicsapódott volna, úgyhogy így keverjük vele össze, még melegen, és nyilván, hogy azért a tojásfehérjét hőkezelni kell, ezért visszakerül még a sütőbe egy olyan 10-15 percre. És akkor ezt a még tulajdonképpen meleg piskótánkra rátesszük. A sütőt nem kapcsoltam ki közbe, szépen eloszlatjuk rajta. Ez olyan habos krém lett egyébként így, hiába melegen kavartuk össze, és megkóstoltam, már finom. Na, ilyenkor be lehet állítani még, hogyha valakinek nem elég édes, akkor még ilyenkor egy kis porcukorra meg lehet variálni, vagy kristálycukorra. De szerintem elég bele ez a 9. Én úgy éreztem, hogy elég az a 9 evőkanál cukor. Mondjuk annyira nem volt lapos, amit mértem, olyan csapottan. És akkor lejjebb vettem a sütőt most már alacsonyabb hőmérsékletre, hát olyan 150 fok. És akkor egy olyan kb. 10 perc, vagy 15, de meglátszik, nem kell pirulnia, csak annyi a lényeg, hogy a tojás fehérje ne maradjon nyers. 150 fokon nekem 15 percet igényelt, itt az ujjammal megnyomkodtam egyszer, hogy jó-e. 10 perc után is úgy döntöttem, hogy 15 percet hadd menjen. A tésztának már nem kell sülni kifejezetten, azért is nem volt baj, hogy később kezdtem hozzá a pudinghoz, már hogy a krémhez, hogy egy nagyon kicsit lejjebb tudott hűlni, és akkor most kiviszem a hidegre, mert ennek ki kell hűlni ahhoz, hogy a habot rátegyük, a tejszínhabot, már szinte csak ennyi híjunk van. Lassan kihűlt a sütink, most már 4 deci habtejszínt bele fogok tenni. Ez mondjuk 5 deci is, remélem ráfér tepsibe, mondjuk rászokott, de ha nem, akkor megesszük magába is. Annyi dolgunk van, hogy ezt felverjük. Ezt rákenegetjük. Látjátok, nem is olyan sok műveletes ez. Na, az ilyeneket jobban szeretem, mint a félnapos sütit, amit addig kell csinálni, és mégis milyen finom lesz. Meg szép. Ha ez szépen el van kenve rajta, akkor tulajdonképpen már így is maradhatna, de nagyon sokan szoktak rátenni akár csokidarát, vagy sima csokit reszelnek a tetejére. Én most csokit fogok reszelni. A tepsi méretét egyébként nem mondtam még. Ez egy átlagos méretű tepsi különben, 32x26-os a mérete. Úgyhogy már csak reszelek rá egy kis csokit, és kész vagyunk, gyerekek. Kész is vagyok, még egy kicsit visszateszem a hűtőbe, és akkor megvágva megmutatom nektek, hogy lássátok, hogy milyen. Megvágtam, látjátok, milyen szép. A csokit jó, hogyha lehűtitek, mielőtt reszelitek, könnyebb reszelni. Egy fél tábla csokit reszeltem rá kb. Egy normál méretűből, de ez lehet egyébként egy sima sportszelet is, hogyha úgy gondoljátok, teljesen mindegy, vagy el is hagyható. Amúgy elmondanám, és mutatom is, hogy nézzétek. Ilyen kis könnyed sütik ez. Nagyon fincsike, muszáj megkóstoljam. Egy hibája van, hogy nem lehet abba hagyni, vagy nagyon nehéz, inkább így mondanám. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, aki elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel, sziasztok!